Rendkívüli tanítási szünetet rendeltek el a Györffy István Katolikus Általános Iskolában. Tanulófelügyeletet és az étkezést a későbbiekben folyamatosan is lehet igényelni. A Györffy István Katolikus Iskolában sok pedagógus hiányzik. Ekkora pedagógus hiányt nem tudnak helyettesítéssel megoldani. Így 2020. december 4-éig rendkívüli tanítási szünet lesz a tanévben felhasználható tanítás nélküli munkanapok terhére. Az első tanítási nap 2020. december 7-én, azaz jövő héten hétfőn lesz. A rendkívüli szünet ideje alatt nincs oktatás, online formában sem. Tanulófelügyeletet és étkezés is biztosítanak annak, aki írásban vagy szóban, illetve telefonon jelezte. Írásban az iskola e-mail címén, telefonon 30-as 823 72 17 vagy 59-es körzet 503 435. Tanulófelügyelet helye József Attila utca 1 szám alatt 7:30-tól 15 óra 30-ig. Tanulófelügyelet és az étkezést a későbbiekben folyamatosan lehet igényelni. Megértésüket köszönik, illetve jó egészséget kívánnak. Áll Kovács Miklós Istváné igazgatónő televíziónkhoz eljuttatott közleményében.